köszöntünk itt Zala Szent Gróz, a Koppányban, Békés Harcos udvarban, Békés Harcosok klubjával. Igazából megtisztelő nagyon megtisztelő ez a jurtának a felavatása, még semmilyen eseményünk nem volt, úgyhogy igazán nagyon megtisztelő számunkra. Tudom, hogy már beszéltél a Békés Harcos, mint fogalom összetételről, de azért megkérnélek, hogy, hogy számodra mit jelent ez. A békés harcos, mint ideál számomra egy nagyon szimpatikus dolog. A belső béke nélkül nem lehet helyesen harcolni, és harc nélkül a belső békét nem lehet megőrizni, semmiért nem lehet megőrizni. Tehát a nem mozduló és a mozduló egysége, a darma és a karma együttes látása egy olyasféle életfelfogása, amely reális és transzcendens egyszerre. Nem szállunk el, és nem is vagyunk az anyagba belebetonozva. Az égben a fej, és a földön a láb. Számomra ez nagyon fontos. És az, hogy egy megvilágosodottabb és másoknak segítő életet próbálunk élni, az úgy tűnik, hogy a békés harcos célképzetébe is belefér. Én szeretném, hogyha ez így is maradna. Tehát, amikor a shattering és a brámin megfelelő kombinációjáról beszélünk, az azt jelenti, hogy az értelem és a cselekedet, a külső erő és a belső erő, az párosó. Tehát a belső erő nélkül a külső erőt nem lehet megfelelően alkalmazni, rengeteg példa van rá, és hogyha csak belső erő van, de nem nyilvánul meg kívül, az pedig csonka, az befejezetlen. Tehát a belső erő lenne a béke, és a külső erő a harc. A brámin a belátás és a bölcsesség és a belső erő nyomának satria a külső erőt, a harcot megfelelő módon alkalmazza. Tipikus éntelenedés a satria részéről, hogyha nem magáért nyer, nem a saját büszkeségét, a saját győzelmét akarja bizonyítani, hanem mondjuk a gyöngébet védi meg, vagy egy ügyet véd meg. Azért harcol, hogy jobb legyen, hogy megvilágosodottabb legyen, hogy együttérzőbb legyen, és ezt másoknak is lehetővé tegye. Tehát itt a békés harcos, ez egy nagyon komoly ideál, és hát azért mások is felhasználják ezt a kifejezést a filmkészítéstől kezdve az ázsiai ideálokig. Úgyhogy én kívánom azt, hogy ez éljen és virágozzék. Köszönjük. Köszönjük. A hitelességről szeretnék kérdezni, hogy a szóba került ma reggel. Sok mindenben saját magam számára úgy érzem, hogy nem vagyok hiteles. De közben meg mégis így teszem a dolgom, és azt érzem, hogy nem is lehetek mindenben az, hogy mikor hiteles egy ember, mikor nem, hogy hogy van ez a dolog. Nézd, itt a személyiségnek négy fontos csatornájára szeretnék rámutatni, a gondolkodás, az érzelem, a beszéd és a cselekedet. Ezek a mahajána buddhizmusban annyira fontosak, hogy négy buddhiszatvát rendeltek ezek szimbolizálására. Ezek előtt naponta háromszor leborulunk, úgy, hogy Sákyamuni Butha a megvilágosodásnak a megtestesítője az, aki előtt legelőször, és utána ezen négy bót hiszatva előtt. Miért? Mert hogyha ez a négy minőség nem egy irányba mutat, akkor nincs belső integritás, és ezért hitelesség sem. A harmadik fogalom, amely itt kikívánkozik, az az eredetiség. Tehát, hogyha a gondolataid, az érzelmeid, a beszéded és a cselekedeted mindegy irányba mutat, akkor egy belső integritásról lehet beszélni. Ez egy jó élmény. Ha az ember tudja, hogy mit keres, azt a fajta belső egységet, ami nem a széttagoltság, nem az önellentmondás, akkor előbb-utóbb megszűnik hazudni magának és így másoknak is. A Hamletban van benne, hogy és mindenek fölött jó horáció, légy hű önmagadhoz, és így, mint napra éj következik, hogy áll, máshoz se lész. Megköszönjük a fordítást Arany Jánosnak, és a lényeg az, hogy ha ez a belső hűség lefordítható praktikus nyelvezetre, akkor az az, hogy a gondolataid, az érzelmeid, a beszéded és a cselekedeted egy irányba mutat. Ezek tökéletesen sose fognak egyezni. De egyezhetnek annyira, hogy te belül egy egységélményt élj át. Ez csak a karmának az egység Még a világgal való egyévelásról nincs is szó. Ahhoz már az önképet kell tudni félretenni, már az ego kérget kell tudni lebontani, ez egy különböző fokozat. De amikor a hitelességről van szó, akkor elsősorban ez a benső hűség, benső egység kell, amelyből az eredetiség és a hitelesség származik. Ha ez nincs meg, akkor folyamatosan hazudunk magunknak és másoknak, és sajnos így is lehet élni, az eredmény látszik. De végül meg kell választani azt, hogy ki fog csalódni bennünk, mert mindenkinek így nem fogunk a kedvére tenni. Tehát valakik így is csalódnak bennünk, hogy megvan az integritás, megvan az egység, és akár hitelesek is lehetnénk, de nem azt csináljuk, nem azt mondjuk, nem azt gondoljuk, vagy érezzük, amit mások szeretnének. Ez már más. Ez nem a hitelképességnek a hiánya, vagy a hitelesség hiánya. Az azt jelenti, hogy nem mások tetszésére cselekszünk. És a kettőt nem szabad összekeverni. Meg kell választanod, hogy kiben fogsz csalódni, és kit engedsz csalódni benned. És itt van egy hatalmas döntés, hogy nem függünk mások véleményétől, de bizonyos emberek vannak annyira értékesek számunkra, hogy nem szeretnénk, hogyha mi csalódnánk bennük, vagy ők csalódnának bennünk. És ez azért eléggé kirajzolódik az irányvétel. Tehát az ember tök egyszerű a dolog, ébredj föl és segíts másokon, ez az irány. Ha te ezt képviseled, és az összes karvádat előbb-utóbb a szolgálatába állítod, ez egyfajta integritás élmény. És akkor ez előbb-utóbb lefordítódik egy hiteles magatartásra, úgy, hogy közben folyamatosan csalódnak benned emberek, mert nem csinálod azt, amit ők szeretnének, meg nem úgy beszélsz, ahogy ők szeretnének, meg nem úgy gondolkodsz, meg érzel. Tehát a véleményfüggőséget, meg mások vágyainak a kielégítését, meg a másoktól való félelmet, tehát ezt ne cseréljük össze az integritással és a hitelességgel. Valójában az a legfontosabb itt, hogy végezd el úgy azt a munkát, amiben hiszel, hogy bízol azokban, akikkel társulsz, és hogy legyen okot hinni abban, amit végzel. Tehát az ok és okozat törvénye világosan megmutatja, hogy te helyes dolgot csinálsz, mert az mások boldogságához, szeretett kapcsolathoz, bölcsességhez, egy középutas jóléthez, tehát egy normális emberi élethez vezet, amely rálát önmagára, amely megvilágosodottabb, mint az előző generáció. Ha az okozatiság ezt nem támogatja, mert mit tudom én valaki, elképesztően árt és szenvedést hoz létre, és nélkülözést, és háborút, és borzasztó emberi vesztességeket, akkor hiába hisz benne, lásd, 20. század egy-két nagy ideológusa, akkor sem helyes. Akkor sem helyes, hogyha milliók állnak mögötte. Akkor sem helyes, hogyha milliók félnek tőle. Mert nem oda vezet, ami az emberi minőségeinkből következik, hanem alá. Jóval alá pedig hisz benne, társul, de mégis az ok és okozat törvénye megmutatja, hogy az irányvétel helytelen volt. Mert több szenvedéshez, nagyobb nélkülözéshez, háborúsághoz, szétszakadtáshoz, korai halálhoz ezekhez vezet a helytelenül megválasztott hitrendszer, és közben működik. Úgyhogy a hitelesség az egy nagyon-nagyon fontos fogalom, és nagyon sok szinten el kell tudni érni, és így végszóként a bekezdéshez azt mondanám, hogy amikor úgy érzed, hogy a világ törvényével te összhangban vagy, és az emberiséget is segíted amellett, hogy próbálsz élni, akkor ugye elképzelhető, hogy előbb-utóbb ez elfogadható számodra és mások számára egyaránt. De ha csak az van, hogy meg akarok élni, és közben valahogy majd segítek, ez a sorrendiség nem a legjobb. Úgyhogy egy fontos, ne csalódj magadban, vesd le az illúzióidat, de hogyha te folyamatosan csalódsz magadban, az tényleg a hitelesség hiánya a nulladik fokon. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szóval a Jóga nyolc lépcsőjéből, abból is az első a jáma, amiből pedig az ahimsa a nem ártás. Nem ártunk a világnak, ez egy ilyen hozzáállás másnak, magunknak sem. De hogyha mondjuk az én barátom egy alkoholista, és nem szeretnék neki ártani, de mégis szólni szeretnék neki, hogy hagyja abba, mert ő árt magának, és látszólag én ártok neki azzal, hogy ki szeretném belőle hozni. Látszólag meséld el, hogy látszólag te hogy jártasz azzal, hogy ki szeretnéd belőle hozni. Hát, hogy figyelmeztetem, és még lehet, hogy el is húzom a kocsmából. Akkor már nem csak szóltál, akkor már cselekedtél is. De egyik se ártás, legfeljebb nem tetszik neki. Ő Addig ő veszi. Az már más, ő ártásnak veszi. De nem az. ha az ok és okozat működését nézed, megpróbálod kihozni egy szenvedélybetegségből, mert ő már árt magának. Ott va, tart a dolog, hogy a folyamatos ivászattal árt magának és a környezetének. Ebből próbálod meg kihozni, csak hogyha nem megfelelő eszközöket alkalmazol, akkor ő azt ártásnak veszi. Én azt gondolom, hogy a kérdés ilyenkor jobb, mint a felszólítás. El kell vállalni azt a kockázatot, hogy megkérdezed, hogy ezt szeretnéd? Így szeretnél élni? Mert akkor egyedül maradsz. Ha pedig ebből ki szeretné jönni, akkor segítek. De senkit nem lehet az akarat ellenére segíteni, ha ártásnak veszi, ha nem. Ébredjen föl benne az a vágy, hogy ő ki akarjon jönni ebből a szenvedélybetegségből, és akkor segíthetővé válik. Tehát az egófal, hogyha egy kicsit lejjebb megy, akkor nem fogja ártásként vagy beavatkozásként értékelni a te cselekedetedet és beszédedet. De ha nem, akkor csak vastagítod vele a falat, mert egyre komolyabb defenzívát épít föl. És inkább akkor láttatni kell vele, hogy ember, ha így folytatod, meghalsz, csúfosan, magányosan, borzasztóan, emberhez méltatlanul meghalsz, ráadásul a következő életedbe viszed a szokást, a tendenciát, az azonosulást. Ez kell? Tehát az ébresztő kérdésnek itt nagyobb értelmét látom, mint a lebeszélésnek, mert úgy sem megy át. A cibálás pedig persze, hát megéltünk olyat, hogy a barátunkért mit meg nem teszünk. Egy ideig működik, aztán annál nagyobb erővel fog visszamenni, mert várja, hogy újra kicibáld, és újra harcolhasson veled saját magáért. Úgyhogy döntsd el, hogy hogyan teszed az egészet megoldhatóvá, illetve az embert segíthetővé, de sajnos van egy olyan határmesdje, amit úgyse tudsz átlépni, a legjobb indulattal sem, ez pedig a saját belátása és szándéka. Ha ő a halálig akarja vinni, akkor odáig fogja vinni. Tehát a fordított harangörbének, ami a 12 lépéses AA kezelésnek a modellje, kezdődik a szociális ívással, és a halál közeli döntéssel érje el a mélypontját, az az utolsó pohár előre fújt, Tehát, hogyha az utolsó poharat megisz, akkor meghal, ha pedig nem, akkor elindul fölfelé. Lassú, kínos, borzasztó, lemondásokkal és elvonási tünetekkel járó kivezető úton. De minden egyes korrekt harangörbének, fordított harangörbének az alján ott van ez az utolsó pohár, a nyitott csapóajtó, ami a halál, és a meginduló görbe fölfelé, és ott a kérdőjel köztem, mert nem tudjuk, hogy mi az, ami belül eldönti. Most az, ami belül azt eldönti, ahhoz kell beszélned. Ahhoz kell beszélned, mert a karmájához nem beszélhetsz, ott nem ér el senki semmilyen eredményt. És ez a kérdőjel az, ami a, az igazi önvalónk a buddha természetünk, amelyik ilyen vastak karma alatt van egy szenvedélybetegség esetén, és általában ebbe a vastag karmába akad bele minden segítő szándék, mert meg akarja változtatni az embert. Nem lehet. Kívülről ezt nem lehet mélységében elérni, hanem azt kell megtalálni, ami benne létrehozza a változást. Ezt a kérdőjelet, amelyik előbb-utóbb eldönt, hogy meg akar halni, vagy ki akar jönni belőle. A legnagyobb paradox itt az, hogy úgy tud segíteni, ha lemondasz a saját segítő szándékod megjósolható bekövetkezéséről és eredményességéről. Ne akarj eredményes lenni. Bízd rá az emberre, de hozd el a tiszta döntés állapotába. Ez egy óriási munka, amíg a kérdés letisztázod, és a saját önvédelmi mechanizmusain keresztül elhozod az embert egy egyszerű kérdés állapotába, hogy élni akarsz, vagy meghalni. legtöbb ember élni akar. Nem biztos, hogy ő pont ezt szeretné, de a kérdés feltevésig elhozni, ez egy nagyon nagy munka. Itt még foghatod a kezét, aztán neki egyedül kell döntenie. De az, hogy az ok és okozat törvényét láttatod vele, az egy nagyon jó mellékkörülmény. De önmagában elégtelen. Tehát visszaadni ilyenkor az önállóságát, elviselni a helytelen döntését, folyamatosan nyitottság a mértékében tanítani, ez a legnagyobb emberi kockázatvállalás, mert rábízod a döntést. Mert így adod vissza az emberi méltóságát, cselekvőképességét, önazonosságát, amit valahol elveszített, vagy hagyta, hogy elvegyék tőle. Körülbelül így. Tegnap említetted, azt hiszem meditációban volt egy olyan élményed, hogy igazából a személyiség, a bárki lehet, bárki lehet, te fel. Már nem tudom, hogyan fogalmaztad, nem ezekkel a szavakkal, és én este így gondolkodtam ezen, hogy mindenkinek más képességei vannak, hogy vegyünk egy Michael Jackson-t. Én, én szeretnék úgy megtanulni táncolni és énekelni, akkor az menne? Nem úgy, mint Michael Jackson, de úgy, mint Norbi, hm. úgy igen. Menne. És ez Csak... mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy rengeteg pénzt és időt kell táncórákra fordítani, és akkor egy idő után a nem táncoló Norbiból egy táncos Norbi lesz, a nem éneklő Norbiból egy éneklő Norbi lesz, és hogyha te ezért szeretnél válni, és így szeretnél működni, az lehetséges. Tehát minden karma általunk teremtett, fenntartott és lebontott. Az emberben benne van ez a teremtő potenciál, ezt nevezhetjük igaz természetnek, önvalónak, buddha természetnek. Ez az a potenciál, ami kimondja azt, hogy én. Ha ezt az én fogalmat letisztázzuk, akkor kiderül, hogy a személyiségünkben semmi olyan keletkezett dolog nincs, ami ne lenne változtatható. Magyarul a legvadabb szokásainkon, ragaszkodásainkon, azonosulásainkon mind tudunk változtatni, ha szeretnénk. Ha nem szeretnénk, akkor nem. A másik, hogy ami értékesebb, a mindig energiát kell tenni, mert az viszont tényleg kivantéve a változásnak és az elmúlásnak. Ha van értékes tulajdonságod, nézd meg a tényleges tehetségeket odakint, folyamatosan nevelik és képzik magukat azért, hogy a tehetségük állandóan egy magas energia állapotban legyen, megfelelő információval, tananyaggal ellátva. Úgyhogy minden lehetséges, de határokon belül. Az egyik határa a hitrendszered, hogy te mivel azonosulsz és minek akarod látni magadat, milyen embernek. A másik pedig az idő. Te akarhatod magadat egy hegedű művésznek látni, még 30 év lenne, és annyi időd meg nincs. Jó? Tehát az okés uh -huh. okozat az uh -huh. mindig a térben és az időben bontakozik ki, bensőben is és külsőben is, és a változásokhoz idő és energia kell. Ha nem tudsz elegendő energiát befektetni meghatározott időn belül, akkor az nem jön létre. Létrejöhetne, de nem jön létre fordítsd meg, ha valakinél létrejött, mennyit kellett dolgoznia ezért. Hány életen keresztül kellett azt a valamit gyakorolnia? Tehát engem mondjuk Mozart érdekel ilyenkor nagyon, hogy leszületett ezzel az ekkora tehetséggel. Igen, nem, mennyit dolgozott lett a korábban? Mennyit? Ezt nem tudjuk. Tehát van a tudattalamban egy olyasféle info, amit csak saját maga tudna kibontani, nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy elképesztően nagy meló, mire te egy képességet olyan szintre fejlesztesz, hogy ilyen módon tud teremteni. Ezeket dolgozni azon, amiben tényleg hiszel, mert okod van hinni benne. Köszönöm. Szívesen. Mondanom sem kell, a tavalyi év egy nagyon kemény év volt mindenkinek, vagy nehéz, Így van. és egy nagyon energiaszegény időszaknak nézünk elébe az idejének is, hogy mit tudnál tanácsolni egy átlagembernek, hogyan élje túl? Azt szeretném láthatni, hogy senki sem átlagember, csak esetleg nem foglalkozott eleget a karmával. Tehát, hogyha nem ismerjük meg a karma működését, akkor nem jutunk el a darmához, a törvényhez. Az energiadús év, mint a 2020-as holdév, amelyik nemrég ért véget, mondjuk két és fél, három hete, ez az energia pusztító és tisztító lehetett egyszerre, attól függ, hogy ezt hogy élted meg. Ha te már kész voltál változni és levetni az illúzióid nagy részét, akkor ez tisztulás. Hogyha nem voltál kész a változásra, és ragaszkodtál, azonosultál, akkor ez számodra pusztulás volt. Gondold el a kígyót, amelyik vedlik, de hogyha idő előtt valaki a kis bűrkéjétől meg akarja szabadítani, akkor aki így jó, úgy érzi joga, hogy nyúzzák. Nem mindegy. Energia szegény év nincs. Én nem találtam meg a konnektort, ahova beletehetem a villásdugót. Tehát, hogyha gyakorlunk, és az univerzum energiájával állandó kapcsolatban vagyunk, akkor nem leszünk energiaszegények, vagy az éberség gyakorlása által az energiaszegénységből is tudunk profitálni. Az energia gazdagság sem egyértelműen jó vagy rossz, ha tudsz a szörvdeszkáddal a hullám maradni, mert a pillanat nem mozdul és tiszta éberségben jelen vagy kitűnő, ha pedig az energiadús gyönyörű, hatalmas hullámokat verő tengeren, te a hullámhegy mélyére kerülsz, akkor a homokot fogod harapni pedig egy fantasztikus energiadús éved van, csak nem tudtál éber maradni, és nem maradtál meg a szörvdeszkán úgy, hogy az a megfelelő hullámsában menjen. Úgyhogy akár energia szegény, akár energiadús, az éberségre, odafigyelésre, egy nagyon nagy szükség van. Na ezt kéne gyakorolni, én ezt tanácsolom mindenkinek. Akármilyen iskolában, hova tovább vallásban, spiritualitásban, de ha nem megyünk mélyebbre belül, és nem látjuk át, hogy hogyan működünk mi emberek, és hogyan működünk mi együtt, mint párkapcsolat, család és társadalom, az a baj. Az, hogy milyen csoportkarma van, milyen év van, hogy érezzük magunkat, ez másodlagos. Az, hogy a teremtő pozíciónkat ne veszítsük el, ne veszítsük el az uralmunkat élet és halál fölött, ez a fontos. Köszönöm. Köszönöm. Szívesen. Egyébként ez nagyon jó ez a hullámos hasonlat, mert ha rajta van az ember a hullámon élvez viszont le akarom győzni a hullámot, az akkor az a nyomban. Vagy ha úgy gondoltam, hogy hú de jó rajta vagyok, csak a következő pillanatban BÉM! Hallgatlak. Igen, nekem olyan kérdésem lenne, ugye, hogy most a jelenlegi helyzetben is mi is úgy tapasztaljuk, hogy nagyon fontos a közösség, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat, és hogy tudunk egy jó közösséget építeni, szerinted? Egy jó közösség, az közösen épül. Tehát teremtsük meg azt a fajta szellemi hátteret, és azt a fajta fizikai teret, amelyet az érdeklődők, be tudnak népesíteni. És akkor jön az a Vajling hasonlat, amit Szunkszánszúnyom is használt, hogy nem kézzel egy-két ember pucolja a krumplit, hanem nagyon sok krumpli benne van egy Vajling vízben, és akkor egy rúddal elkezdjük azt kevergetni, és a krumplik megpucolják egymást. De ehhez kell a víz, ehhez kell a közös szellemiség. Tehát egy közösséget nem lehet teremteni, de hagyhatod kialakulni, és ki lehet szedni a vadhajtásokat, hogyha muszáj. De általában azok az erők, amelyek megjelennek, ritkán harmonikusak. Viszont harmonizálni lehet őket úgy, hogyha van egy közös szellemiség, amelyhez előbb-utóbb mindenki alkalmazkodik, ha ott akar lenni, ha nem, akkor kívül tágasabb. De olyat még nem láttam, hogy közösséget teremtettek volna sikeresen, ahol én is mondjuk szerettem volna lenni, mert eredetinek, hitelesnek, szervesnek, egyébnek éreztem azt a szellemi irányzatot. Nagyon fontos a hitrendszer, és a hitrendszer tapasztalati alapja, és ne felejtjük el, transzcendens műfajban vagyunk, tehát itt azért nagyon sok befektetett munka kell ahhoz, hogy mondjuk, a jogát, a gyógyászatot, akár hangtál, akár egyéb, te olyan mértékben átéld, és úgy tudod azt másfelé közvetíteni, hogy az imperatív legyen, hogy az felszólító erejű legyen, és nem úgy, hogy te megmondod a tutit, hanem úgy, hogy ha te ezt akarod csinálni, akkor kövessük azt, amit eddig a tanítóink követtek. Kövessük azt a gyakorlati rendet, a szabályrendszert, az irányvételt, amit a tanítóink is követtek. Miért? Mert ezt akarjuk. Ha nem ezt akarod, nagyon szépen köszönjük viszontlátásra. Hiszek a természetes szelekcióban, hiszek a közös cselekvés nagyszerűségében, és nélkülözhetetlennek tartom azt a szellemi hátteret, amely a közös nevező, a közös tér, amelyben a karmánkat le tudjuk tisztítani. Ha ez nincs meg, a közös szellemiség hiánya azt eredményez, hogy egymásra kenjük a karmánkat. Tehát, hogyha azt látod, hogy egy közösségben nálad egymásra mutogatnak, biztos, hogy nincs meg az a szellemi háttér, amelynek a tisztító vizében e, le tudjuk mosni saját magunkról azt a fajta illúziós szennyeződést, amely mondjuk az együttműködésnek a gátja. Tehát szunkszenes, szóval, hogy megkérdezték sokszor, hogy mi a legkeményebb gyakorlat. A 90 napos közös, három hónapos elvonulás? Ezért egy pár tucattal így a hátam mögött azt mondom, hogy Eléggé kemény, de ő azt mondta, hogy a te hogy. Hát az nem is kemény gyakorlat. Az olyan, mint amikor egy nagyon jó hajón te kihajózol, ott a kapitány, a fedélzetmester, a szállásmester, mindenki teszi a dolgát, aztán 90 nap múlva visszértek a kikötőbe, bölcsességhajó kikötött, és mindenki boldog. 100 egyéni elvonulás, ez a nehéz? Csak nem, nem, nem. Az olyan, mint egy vakáció. Egy darma vakáció, te fölmész ott az időbeosztás, elejétől végig követed, ami megjelenik eltűnik, ott hagyod a hegyen, és lejössz. Akkor a templomi élet, vagy a zenközpont élet, az a nehéz, hogy, hogy, akkor munka, meg dar azt mondja, nem, nem, nem. Te tudod, hogy miért vagy ott, van párod, vagy családod, élsz a templomban, vagy a zenközösségben, és, és csinálod az életed. Akkor ször, mondja már meg, mi a legnehezebb gyakorlat. Ja, az emberi együttműködés. Az. Hogy együtt tudjunk működni. Tehát nézd meg, hogy milyen elképesztő egórétegeket, borzasztó téves nézet, halmokat kell átugrani, átolvasztani ahhoz, hogy tényleg eljussunk egymáshoz, és megértsük egymást. Milyen? Hogy ne az önös szempontjaikat ismételjük, unos, untalan gondolat, hogy egyszer az majd úgy átmegy, hogy a másik majd a magáévá teszi, holott a másik ugyanazt akarja. Ez így nem megy. Hát a közös szellemiség azt jelenti, hogy ha hiba van, akkor elsősorban a magadét keresed, ha erény van, elsősorban a másért jutalmazod. Ez az önzetlen szellemirányzatoknak, vagy az én meghaladó szellemirányzatoknak egy nagyszerű mellékhatása van, még több is. De hogyha te közösséget szeretnél, akkor te légy az a közeg, ahol a közösség megfér. Benned férjen meg először a másik ember, és utána majd remélheted, hogy ez így terjed, és a többi ember is megtalálja az összeférés módját. Az, hogy van egy közös oltár, ahol a karmánkat mind föláldozzuk, mert azok úgy semmi vagyunk, ez is fontos. Tehát lehet érdekszövetségről beszélni, ezek a materiális alaputásulások, és lehet olyasféle transzcendens szövetségekről beszélni, akik tényleg egy emberen túli, ember fölötti érték tapasztalatára törekszenek, úgyhogy ezt az emberi világba visszahozzák. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy tanulunk-e, tapasztalunk-e valamit, ami az érzékszervi sík fölött van, vagy pedig be vagyunk zárva a kis hat érzékszervünk közé, és akkor ott akarunk itt mókolni valamit. Hát kiderül, hogy a transzcendens látásmód nélkül az anyagi érzékszervisség nem működik. Rendesen biztos nem működik. Korlátozottan, önző módon, rengeteg dűvel, téves tévestézettel úgy működik, de ez kell. Ez a minőség kell. Mert ha nem ezt kell, akkor tessék, és meghaladó bölcsességet gyakorolni, rálátni a Földre, a műholdról, elkészíteni a szuperképeket, és visszahozni a képeket a Földre, hogy ebből tanuljunk. Úgyhogy nagyon sokféle közösség van, de a közösségnek az étosza, az a fajta etika, amely szerint együttműködik, az nem lehet pusztán emberi gondolkodás alapú. Az is kell. Na, az a kisebbik része. Érzelmek ugyanez. Tehát kell valami meghaladó, ami bennünk mégis közös, és ez az az oltár, amin a saját önző szempontjainkat el tudjuk égetni. És ez a közös ügy. De ez a közös ügy, ahogy mondtam, nem lehet pusztán materiális és érzékszervi, ennél több kell, mert ez az, ami leegyszerűsít és letisztítja az egészet. Ha nem, akkor mindenki a saját kis burkában van, egymásra mutogat, egymástól szipókázik, vagy egymásra erőltet, és akkor ez lenne a közösség. Nem, ez egy kényszertársulás. Nagyon sok ilyen kényszertársulást látsz Úgyhogy én kívánom azt, hogy ez sikerüljön, sikerüljön megtalálni a szellemi, emberi és materiális alapokat ebben a sorrendben, teret és időt adni, hogy ez kialakuljon, és utána pedig, mint az oroszlán megvédeni az értékeit. Mert hidd el, ha már értékeket hoztál létre, engedted, hogy ez a közösségben kialakuljon, nagyon sokan ezt... Csomagolva vagy szeletben, de meg akarják venni, vagy el akarják vinni. És ezért kell megvédeni. Nem azért, mert hirtelen ilyen defenzívek lettünk, hanem azért, mert ez, mint késztermék, nagyon sok olyan embert érdekel, akik nem hajlandók megdolgozni érte. Holott akik megtermelték, azok megdolgoztak érte. Nem is kevéssé, mert ebben hisznek, így akarnak élni. És ez az érték, mivel mások számára is fontos, kiderül, hogy nem adható át materiális érzékszervi mindenkinek, magában kell megtalálni, meg kell dolgozni érte, és csatlakozni, ha akarnak. Ez az élő hagyománynak egyébként az átadási vonal törvényszerűsége. Úgyhogy szerencsére nem írjuk ezeket a törvénykönyveket, az univerzum így működik. Köszönöm. Szívesen. És még olyan kérdésem van, mondjuk tegyük fel, közösségem belül mondjuk a két vezető, hát nem hogy, egy vezető, két vezető? <laughs> hát két ember hát a kommunikációban, tehát hogy sokszor... Be, mondd ki, két nem mondd két vezető. ért, igen. Két vezető. <laughs> két vezető, két vezető. <laughs> ez fontos. Igen. <laughs> hogy sokszor nem értik egymást. Tehát mint hogyha elbeszélnének egymás mellett, de közben igazából ugyanazt akarják, de hogy mégis a olyan kommunikáció, A vezetőnek be kell ülni egy járműbe. <laughs> de csak egy kormánykerék van, viszont bizonyos útszakaszokon az egyik vezet, más útszakaszokon a másik vezet. Minden nap életre lefordítva hasonlat nagyszerűségét, csak azt szeretném mondani, hogy vannak olyan területek, ahol az egyik vezet, és csak ő, uh -huh. és a másik pedig navigátor, max, és ez jó, mert van, egy figyelni is kell, miközben a másik cselekszik, és utána fordítva az életterületek per vezetési felelősség osztása és meghatározása, hogy ki, mikor alfa és a másik béta, és utána pedig megfordítva, ez nagyon fontos. Két alfa egyszerre nincs, ezt felejtsük el. Tehát nincs egyenlő karma, nincs két egyenlő ember, nincs két egyenlő pozíció. Viszont dinamikusan változó hierarchiák vannak. Adaptív struktúrák vannak. Hajlékony, de célra tartott emberi gondolkodás van és azt javaslom, hogy ezt kéne érvényesíteni határozottan és flexibilisan egyaránt. Mert ha nem, akkor vagy belefárad az egyik és beleúna a másik, vagy állandó pozícióharc van, vagy meg nem értés van, rivalizáció van, és ebből mi következik, hogy elgyengül az egész, és valami erősebb a világból majd szépen leuralja. És kész. Köszönöm. Szívesen. Remélem, nem, hogy legközelebb le is kapunk tojás nem, 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 tudom, milyen választottam, nem tudom. Nem tudom. Na, szerintem teljesen jó. Errülök. Hát amiről beszéltünk ugye reggeli közben, az a komment háború, ugye, okay. hogy a, mm -hmm. ugye, sokan ott a, hát az internetes felületeken, ugye közösségi médiában élik ki a ja, a dühüket, meg a frusztrációjukat, tehát nyilván ez a bezártság is uh, ilyen hatása van az emberekre, és hogy érdemes-e ilyen vitákba belemenni? Nézd, akik belemennek, valószínűleg azt gondolják, hogy érdemes, én ezzel nem vitatkozom, mert szerintem nem érdemes, és még az erről szóló vitába sem megyek bele. Tehát én a magam élet tapasztalatával, amit tényleg nem sok, de megtanultam megkülönböztetni a tényt, meg a véleményt. Tehát tény az, hogy itt ülünk egy gyönyörű jurtában, egy fűtőtest, egy kamera és négy ember színe előtt itt létezen, ez a tény. És hogy hátad sípol egy munkagép, ha kotkodácsolnak a tikok, meg a kakasok kukorikolnak, ez a tény. Az összes többi vélemény. Tehát a zen az nagyon egyszerű. Ebben a pillanatban mit látsz, mit hallasz, mit íz mit szagolsz, mit tapintasz, mit gondolsz, mit érzel, mit csinálsz, mit mondasz. Ez tény. Az összes többi, ami erről szól, ami ezt minősíti, véleményezi, szereti, nem szereti, ez illúzió. Na most én nem szeretek illúziókra előfizetni, mert energiavesztesség. Teljesen mindegy, hogy valaki szereti vagy nem szereti a napsütést, az reggel napkettekor megkezdődik és napnyugtáig tart. Akinek ez nem tetszik, tényleg menjen árnyékba de ettől a napsugár nem lesz jó vagy rossz. Tehát amikor ilyen duális véleményalkotások vannak, ahelyett, hogy a tények működését vennénk számításba, a számomra idő és energia pazarlás. És nem foglalkozom velük, mert a saját időmből és energiámból veszel. Én inkább segíteni szeretek embereknek, ha segíthetőek, mert páran azok, páran nem, de véleményalkotással nem foglalkozom. Szárom, számomra ez felesleges. Köszönöm. Szívesen. Én egyetértek. Amikor például olyan helyzetekben vagyok, ahol másoknak már van tapasztalata, uram, véleménye, én azt látom, hogy a saját tisztellátásom elsődleges, mások tisztellátására hallgatok, de nem vagyok hajlandó olyan véleményt alkotni mások múltjáról, hogy a jelenbéli együttműködést gátolja. Mi az együttműködés számomra fontos kritériuma, hogy én önmagam lehetek-e benne, vagy pedig eltorzít és valami olyanná formál, akivé nem szeretnék lenni. Olyan nyomást gyakorol rám, hogy én meghazudtoljam önmagamat. Na most innentől kezdve van egy nagyon komoly felelősség, hogy te kivel lépsz partneri viszonyra a közösségem belül, uram, bocsánat, párkapcsolaton, családon belül, hogy te az légy, akinek legjobb tudásod és érzésed szerint lenned kell. És hogyha úgy látod, hogy az együttműködés ezt gátolja, akkor nincs okod hinni benne, és akkor működj együtt azok, a, akiket te is tudsz segíteni, és ők is segítenek téged abban, hogy az legyél, akinek lenni szeretnél, mert ezt a személyiséget látod eléggé hitelesnek. Lásd a legelső kérdést az integritásról. Tehát nem követjük mások normáit, vágyait és elvárásait csak azért, hogy megfeleljünk nekik. Nézzük meg, hogy ekközben mivé válunk. És hogyha ez úgy működne, hogy én azzá válnék, akivé nem akarok lenni, akkor én onnan vagy ellépek, vagy megharcolom a harcomat a győzelemig, vagy a vereségig. Így. Még ugyanehez kapcsolódna a kérdést. Mi, mi van akkor, hogyha látom, hogy a szeretteimnek valaki mutogatja, hogy hogy inkább jöjjenek az árnyékba a napsütésről. És lehet, hogyha én szólok nekik, hogy az a valaki az hülyeséget beszél, akkor hallgatnának rám. Szóval, azt hogy mondod, így? hogy ez a valaki hülyeséget beszél? Ezzel mit tettél a szeretteiddel? Esélyt adtál nekik, hogy azt mondják, hogy ez a valaki nem beszél hülyeséget. Ilyenkor érdemes kérdezni, hogy kedves, szerettem, te hallod, hogy a másik mit beszél? Érdemes kérdéssel kitágítani uh -huh. a tudatot. És akkor azt mondja, hogy hallom, hogy mit beszél, akkor mondd el, hogy mit értettél meg. És akkor elmondja, hogy ő mit értett meg, és te azt mondod, hogy köszönöm, hogy ezt elmondtad, most elmondom, ugye kíváncsi vagy rá, mert te szeretsz engem, és én szeretlek téged, hogy én mit értettem meg belőle, és hogy ez a beszéd hova vezet. És így már a kérdés miatt, hogy kinyitottad a kérdéssel a teret és az illető tudatát, már az együttműködés lehetősége megvan. De ahol nincs kérdés, ahol csak megmondás van, akkor előbb-utóbb ilyen pingpongozás alakul, hogy ugye kinek van igaza. Úgyhogy érdemes kérdezni, és a szeretteinket nem befolyásolni, még akkor sem, hogyha látjuk, hogy a másik ugye befolyásoló ereje már ott van, és megkérdezni, hogy jól látja-e, jól hallja-e jól érzékeli el. És hogyha jól érzékeli, és tényleg ott a befolyásolási szándék, és akármennyire szerető téged, de azzal akar menni, akkor ezt el kell tudni viselni. És a mondat itt az, hogy kedves szerettem, szerintem te most hibát követsz el, mert szenvedés lesz a vége, csalódás lesz a vége, engedlek hibázni, mert nem akarlak befolyásolni, és itt van a kulcsmondat, szeretlek annyira, hogy meghagyjam a szabadságodat. Tuti fruti, hogy a másik, aki ugye befolyásolja kívülről, az nem így gondolkodik, hiszen azért akarja befolyásolni, hogy a szabadságát elvegye. És amikor ez nyilvánvalóvá válik a szeretet személy számára, akkor vissza fog jönni hozzád. De előtte nem. Uh -huh. Tehát engedni hibázni és engedni csalódni úgy, hogy te nem vágod el a szeretett kapcsolatot, mert tíz emberből kilenc azt mondaná, hogy ha te ezt csinálod, akkor nem szeretlek. Ez szűk látókörűség. De engedni kell a karmáját kibontakozni, mert nem dönthetsz helyette. Ugyanaz, mint a szenvedélybeteg példa korábban. Nem vonszolhatod ki a kocsmából, de megkérdezheted, hogy mit szeretnél. Így szeretnél élni és meghalni, vagy nem? Jó? Tehát ugyanerre a srófra jár, mert ezzel tiszteltem az autonómiáját és önállóságát, de segítettem neki már abban, hogy feltettem egy kérdést, hogy tisztábban lásson és hozhasson egy helyes döntést. Mm. Jó? Oké. Okay. Még egy kérdésem lenne. Mi van akkor, hogyha nem tudjuk elkerülni a harcot, akár a fizikait is, bármilyen? Akkor helyesen kell harcolni. Tehát például a győzelem a fontos, és nem a megsemmisítés, ez egy nagyon komoly önuralom gyakorlat. Tehát a régi harcművészetek nagy része az arra volt kihegyezve, hogy a harcnak úgy legyen vége, hogy győzelem legyen, és harcképtelenné tegye az ellenfelet, de ne ölje meg, és ne semmisítse meg. Most ez már teljesen összemosódott. Úgyhogy nézd meg, hogy miért harcolsz. Mennyi kell ahhoz, hogy győzelem legyen, és mi történik, ha elviseled a vereséget? Hát engem a zen tanított meg legelső körben mentálisan harcolni, és a fizikai harcot, azt a mai napig nem szeretem, de nagyon sok változás kellett ahhoz, hogy fölvállaljam, ha kell. És ez a fölvállalom, ha kell, belül egy olyasféle hozzáállás, ami az ellenfelet elriasztja. <laughs> Tehát te belül tudod, hogy mindenre képes vagy, az adott határokon belül, amit az előbb mondtam, ahhoz, hogy a szeretteidet mondjuk megvéd. De nem vagy hajlandó gyilkológéppé válni, nem vagy hajlandó brutális és kegyetlen lenni. Tehát ott, ahol elvész a paradoxot, elvész a helyes út is. Tehát harcolok, de nem vagyok hajlandó gyilkolni és megsemmisíteni, egész addig, amíg van egyetlen egy százalék esélye annak, hogy annélkül is sikerül győzni. És hogyha elviselem a verességet, akkor pedig milyen körülmények között hajla, vagyok hajlandó veszíteni, és milyen körülmények között vagyok hajlandó meghalni? Ezt is számításba kell venni. Néha rosszabb életben maradni, mint elviselni a verességet, és valamikor fordít, vagy el kell viselni a verességet ahhoz, hogy életben maradhass. Ezeket a harcokat így kell megvívni, hogy belül ez le van tisztázva, és nincsen nulla vagy egy állásban a kapcsoló. Hanem a pillanat tisztaságában látod azt, hogy milyen harcot kell megnyerni, és milyent nem. Hol viselhető el a veresség, és hol nem. Hát ezek kőkemény, belső, atavisztikus ösztönös kérdések, és ezeket meditációban ki kell nyitni, le kell tisztítani ahhoz, hogy te az adott pillanatban helyesen dönts. Van egy alap, hogyha nem magamért harcolok, hanem másokért, akkor az egész. Döntési folyamat kicsit könnyebb. Itt az önös nézőpont a legnehezebb. Jó. Ez a témához kapcsolódik az a kérdésem, hogy aki harcra készül, az harcolni fog? Mert... Aki nem készül harcra, az is harcolni fog. Uh -huh. Mert uh, ugye sok ember direkt harcra készül, tehát uh, küzdősportokat űz, meg fegyverkezik, meg stb. akkor ő valószínű, magának megteremti a harcot is. Figyelj, amikor materiális érzékszervi harcról van szó, az nem biztos, hogy egy belső harcos mentalitással párosul. És itt ez az igazi hiány, hogy nem tudja, hogy harc van, csak használja a fegyverét, meg a pénzét, meg a hatalmat. Uh -huh. Tehát pusztán az önzése és a túlélő reflexe érvényesülnek, és nem az, hogy valakiért vagy valamiért harcolna. Tehát jobb, ahogy azt hallottuk felvállalni, a világ láttán az, hogy Számunkra ez egy duális világ, a győzelem és vereség világa, a béke vagy a háború világa, és döntenünk kell, hogy melyiket akarjuk. És mégis egy transzcendens látás nélkül, egy egységtapasztalat nélkül, egy egyévvállás élmény nélkül nem tudsz helyesen dönteni, mert abban a pillanatban, amikor ez a minőségű tapasztalás beáll, nincs győzelem és vereség, nincs én és más, nincs harc és béke. Csak ez a madárdal van. Mm. Jó. Úgyhogy muszáj, mert egyik nincs meg a másik nélkül, ahogy ezt mondtam korábban, a békés nélkül nincs harcos, igazi, csak verekszik, mm. és a harc nélkül pedig békes nincs, nem tudja megteremteni és megtartani. Ö, elsősorban a harc nélkül önmagát nem tudja legyőzni, látsd, butha és nagy tanítók. Úgyhogy szerintem minden egyes korrekt nevelés a világgal és a magaddal való harcra, és a magaddal és a világgal való megbékélésre egyaránt tanít. És az a mester, amikor el tudod dönteni, mikor marad csendben, vagy mikor szólj, mikor harcolj, és mikor maradj békében. Tehát pillanatról pillanatra ezt eldönteni, ez az ember dolga. Ezért kell mind a kettőre készülni, Akkor igen. a harcra és a békére is. Mind a kettőt tudni kell belül a mozgást és a mozdulatlanságot, a konfliktus kirobbantását, elviselését, megszüntetését, vagy ettől az egésztől való tartózkodást. Ugye látszik az, hogy sok ember csak békére készül, tehát teljesen az a spirituális Ezek vonalon. Ezek a passzív-agresszív szerencsétlenek, igen. Mm. Meg hogy vannak, akik abszolút az agresszióra készülnek. Igen, is. ők pedig az aktív-agresszív szerencsétlenek. Így van. Köszönöm. Szívesen. Ha mind a kettőt elismerem, ha mind a kettőnek egyenlő a lépjogosultsága, de nem ugyanaz a minősége, akkor az aktív agresszió és az aktív békevállalás, ez egy nagyon őszinte és világos viselkedés. Az okozatiság látásával együtt, az együttérzés és bölcsesség a harc és a béke mellé fog szegődni. Vannak olyan álszent békék, amelyek nagyobb háborút eredményeznek 20 évvel később. Lásd, első és második világháború közti 20 évnyi pauza. Tehát a Versályi béke, például egyéb ilyen város környéki falvakban megszületett békeszerződések után Fokmarsal azt mondta, uraim, ez nem békeszerződés, ez fegyverszünet 20 évre igaza lett. De azért kell a békét helyesen megrajzolni, hogy ne újabb háború legyen belőle. Így bizony. Akár. Más egy. Még egy kérdésem lenne a, a félelemről. Te yeah. félelmetes a kérdés. Merjek rá válaszolni? Szeretném. De mondjad. Yeah. Azt mondják, minden félelem gyökere a halálfélelemből ered. És hát egyéb vesztességtől is, de uh -huh. halál is benne. Van. Mindannyian meg fogunk halni egyszer. Uh -huh. Hogy kezeljük ezt a helyén? Nagyjából úgy, hogy a fájdalmat, a szenvedést és a halált meg kell tudni különböztetni. Amíg ez a három, vagy ebből a háromból bármely kettő együtt van, addig van félelem. Tehát a fájdalom, a szenvedés és a halál nem ugyanaz. Ezt most nem fejtem ki, mindenki végezzel a házi feladatot, hogy ebből a háromból kettőt-kettőt párba állít, és megkérdezi, hogy fájdalom és szenvedés azonos, vagy különböző. Például rájön, hogy van olyan fájdalom, ami egészséghez vezet, lásd fog orvos, és van olyan szenvedés, ami teljesen fájdalommentes, lásd magány. Halál és szenvedés ugyanaz, vagy különböző. Vannak, akik évekig szenvednek, és vannak, akik teljesen fájdalommentesen meghalnak. Tudod? Tehát ezeket, hogyha az ember lejátsza magában, akkor megszabadul a félelemtől, mert a félelem az nagy részt a nem látásból, az avidjából fakad, és a nemlátásból eredő, torz, hamis mentális formációkból, mert éves nézetekből. Így. Köszönöm. Nagyon szívesen. És akkor szeretnénk megköszönni nagyon. Én köszönöm a... Ervinnek, Norvinnek és Beának a megtisztelő meghívást. És kívánom azt, hogy együtt folytassuk. Jurtában, darmateremben, teremben, mezőn, és füvön, folyón, és felhőben egyaránt. Gyakoroljunk együtt, csináljuk a dolgunkat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Köszönöm.